Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Gazdag az pura vidék. Ez itt a Lantos utca 8, az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax és Retroverzumban. Ez a Lantos utca 8 című műsorunk 11. adása, a mikrofonnál Gizur Gergő. Rögtön köszöntöm is két beszélgető társamat. Itt van velünk Melon Attila. Szia Attila! Sziasztok! És itt van velünk Gellérfi Bence is. Szia Bence! <laughs> És mielőtt még belekezdenénk a mai szomszédok kibeszélésbe, én a minap pár hete, vagy nem is tudom, olvastam egy helyi újságban egy cikket, aminek az volt a cím, hogy szomszédok. És teljesen nem a teleregényről szólt, amiről mi beszélünk, de, de a cikk írója, aki most nyilván nem újságíró, de tök mindegy, ő úgy kezdte, hogy azért nem szereti ezt a szót, hogy szomszédok, mert hogy neki rögtön ez a bizonyos teleregény jut eszünkbe, amiről mi beszélünk, és hogy az, azért nem szereti, mert hogy ez egy propaganda műsor volt. Oh. Tehát, hogy szerintetek most tényleg csak pár szóban nem akarok ezen izén, de ez egy propaganda műsor volt a szomszédok? Én az első 12 részt láttam eddig, nem. <gül> 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 az alapján nehezen megállapítani. Ti első 12 rész alapján mit propagálhattak? Jó, de mondjuk nyilván többet is látunk, tehát most beszéljünk ettől függetlenül, hogy most hány, hanyadik részről beszélünk, de azért ismerik a szomszédokat, hogy ez egy propaganda műsor lenne, tényleg? Hát a szomszédok tizen valány éve alatt azért lement rendszerváltás, és voltak kormányváltások, és igazából végig panaszkodták azokat, szóval olyan rendszer nem jött el számukra, amit tökéletes lett volna, amiben nem találtak volna panaszkodni valót, ennyiben tett, tett olyan ellenpropaganda esetleg. Azért szerintem a mai, mai 2021-es évben, hogyha mondjuk ilyen lenne egy propagandafilm, mint a szomszédok. Hát mire mennének vele? A, a, a gőz a kívül Kedves hallgatónak mondom, hogy Ádám, akit néha Istennek, most éppen Magenheim néven itt van köztünk, ő ugye a chatben, néha itt van velünk, szerintem ugye egyfajta ideológiát propagált esetleg. Ez, ez lehet, csak mondom, a cikkben konkrétan úgy utalnak rá, hogy egy, egy, káros propaganda műsor. Szóval ti sem nagyon értetek ezzel egyet, úgyhogy ezt így elfogadjuk, de hogy ez egy propaganda műsor, amit most mit csinálunk, ezért azt mondom, hogy nem, a szomszédok nem propaganda műsor. Mi a szomszédokat propagáljuk. De várj, akkor csináljunk másféle propaganda műsort esetleg belőle, hogyha még nem támogatnátok benne a Patreonon, akkor ezt megtehetitek. No de, 11. rész, ugye hogy kezdődik, hogy az oskolában Julcsival? Mint megtudtuk, Júlcsi AFK-zik. Ezt a szakifejezést szak szakkifejezést megtanultuk g -t. Igen, tehát Béla bácsi ideges, mondjuk, hogy neki ez eléggé alapbeállítása lesz, ugye? Hát azért nagyon be volt rágva. Már, még nem is annyira, még később durvább lesz, de hogy már itt is elég rendesen. Bár itt egész cuki volt amúgy a Júlcsival, szerintem. Ez a klasszikus tanári viselkedés, Anna, ez a, ez a bocsia, című. Hát azon túl, hogy lehortott az osztály előtt a teljesítményét. Elégséges kapott Júlcsi, aki egyébként most teljesen kivon látványosan erre rátéve egy lapáttal Béla bácsi kifejti, hogy ilyen hanyag, trehány. Persze vannak gyerekek, akiket sokkal jobban megvisel ugye egy iskolaváltás, itt pedig, ugye mivel tudjuk, hogy egy vadi új lakótelepről van szó, egy vadi új iskoláról, tehát ez mindenkinek egy, egy teljesen új közösség szemmel láthatólag jó, oké, jól csinál, vannak otthon gondok is. Ez az ő gondja, azért ne legyünk ja, naivak. Én, igen, ez a fő gondja de azért nem feltétlenül mindenkinek megy könnyen egy új közösségbe való beilleszkedés sem. Pláne, hogyha még otthon sincs minden rendben, akkor ugye ez visszahat, és akkor egy ilyen ördögi körbe kerül végül is ezzel az ember, és a Júlcsi az pontosan ebben van. Ja, hát szegény Júlcsisznak a szagája még ugye folytatódni fog, de most ugye ugorjunk ugye Almához, aki programot szervez a népeknek, és hát László megérkezik lovon, illetve visszaérkezik lovon, egész pontosan Karcsihoz, a nagybácsihoz, akivel ugye Alma tárgyalt. Itt hangsúlyozunk, hogy nem fehér lovon. És mint kiderül, hogy ezek a Karcsi, akivel ugye Alma már nagyon régóta szervez bizonyos ilyen programokat, ugye a népeknek, ez egy ilyen vendéglátó hely valahol vidéken, ilyen szép helyen, ahol lovagolni is lehet. Ugye László, ugye neki a unokaöccse. Ugye a nagybácsinak a unokaöccse így van. Tehát, hogy Laci ismét képbe kerül, ami Lászlónk és aztán ugye beviszi Laci kocsival almát ugye a városba, ha már arra járt, és hát ott bizony beszélgetnek, ugye mindenki elmesél a státuszt, ugye sok a munka, szerelem semmi, illetve a régi, és hát két hét múlva mindketten Szabira mennek, és ami Lászlónk úgy érzi, hogy most ismét lehetősége nyílik esetleg egy almaharapásra, ezért felajánlja, hogy hát ha már úgyis is mind a ketten megyünk, akkor mi lenne, hogyha jönnél te is ide, mert hogy én itt fogok a karcsinál pihikézni, mert hogy itt nagyon jó lehet pihenk és győzködi Almát, hogy... Alma ellenáll, de mégsem. Igen, Alma ellenáll, de aztán mégsem még semmi meggondolom, és utána ugye már szint azt gondolnánk, hogy hát akkor itt véget ér a jelenet, erre jön a hoppá-hoppá, ugye, mert a Laci azt mondja, hogy hát örülök neked, és erre az alma azt válsz, hogy én is, és hát bizony elcsattanott egy csók. Ez nem egy baráti puszi, azért ez talán annál több volt. Gyakorlatilag pár perc alatt zajlódott le egy teljes megalázó friendzónolás, elutasítás, de aztán mégis ismerünk Hogy azért az alma mondta, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, hogy nem akarlak bántani. Igen, és ehhez képest elég gyorsan átült egy másik. Jó, hát, nekünk egy pár perc, tehát lehet, hogy ők a hortobágyról jöttek éppen, nem tudjuk ugye, hol van a Karcsi ez a pánziója. Szóval azért lehet, hogy egy, egy, hosszabb utat beszélgettek végig, és görgették végig múltjuk apró szilánkjait. Mi történik ezután a kozmetikában? Ilyenkor sajnáljuk, hogy nincs itt Ádám, ugye? a kozmetikát sem. Eljönnek a Juli percek. Juli és Gábor. Gábor rendezgetik be a stúdiót, és egy üvegpesgővel fel is avatnák ünnepélyesen, de Júli, kivétesen egyetértetünk vele, teljes joggal megjegyzi, hogy, hogy hát ő azért nem szeretné ilyen pesgős gűzzel köszönteni az első vendégeit de Gábor annyira nem zavartatja magát ezzel. Nagyon érdekes lehet, hogy hol van egy, egyébként ez a kozmetika, mert ugye Gábor, Gábor erre megjegyzi, itt van négyezer szórólap, ő most elmegy és ezt szétszórja a postaládákba, és konkrét azt mondja, hogy egy óra múlva jövök. Négyezer szórólap. Nekem nem is ez tűnt el, hanem az, hogy megnyitottak ma, és most jut eszébe hirdetni? Mert nekem úgy jött le, lehet, hogy nem így van, de tökre úgy jött le, hogy hát akkor most itt lenne az idei hirdetés magunkat, hogy itt vagyunk. Hát biztos, hogy sokat kellett várni a nyomdára, tudod. <laughs> ezt. Ezt nem tudom, <laughs> Ferin múlott ez két dolog itt azért nagyon fontos, ugye Júli megkapja azt a bizonyos Júlia nevet, és először ugye Gábor Gábortól, mert ugye folyamatosan udvarol neki, és először hangzik el a szívem királynője, itt még ugye nem a szívem egyetlen királynője, ami majd később klasszikus lesz, hanem most még csak szívem királynője, mert hát ugye Gáborunk gyakorlatilag folyamatosan ostorozza. Ostromolja megpróbálná becserkészni, na. Júri, hogy örök szerelem. Aztán ugorjunk Takiékhoz. Ugye mindig fusizó dudás úr, eredetileg nem Takiékhoz érkezik, de hát azért Feri csak beszervezi a kedves Taki hogy ugye már tévét javítsa meg. Itt mindjárt gyorsan kapunk egy ilyen kis eszmefuttatás, mini híradó részletet megint, hogy na akkor ki hogy adózik kutyafüle, ugye ezeket folyton kapjuk a mini részleteket. Ezért propaganda műsor. Mindegy, kiderül, hogy itt Takács úr azért itt az alm almát próbálja valamelyest kioktatni az új dolgokból, de a lényeg az valahol nem ez, hanem ugye az, hogy ők most valójában a sümegihez készülnek, Taki bácsitól az egész szerelésért nem kérnek semmit, mert Takibácsi kedves, aranyos, majd Sümegin, aki nem kedves és aranyos, majd ő szépen beszedi azt a zsetont, amit itt a Taki Bácsi tévéére. Csümeginél bruttósítanak, és ugye ennek a bruttósítanak kifejezésnek majd ugye lesz jelentősége az élet valódi értelmében, hiszen majd Ugye itt ez is egy aktuál, aktuál politikai téma, amiről majd később, még jobban ki fognak térni. Csak mi még itt nyilván nem tudtuk. Hát itt ez a mini híradó rész, igen. Milyen is <laughs> a tévé sikerül megcsinálni, hogy biztosíték cserével sikerült behozni a monoszkópot. Kicsit erre is, az, erre a szójátékra is ment rá az egész, hogy, hogy a, a biztosíték mi lesz az, az új adórendszernek a biztosítéka, és akkor már szóba hoztak a tévébeli biztosítékot is, és a kapott kaphatott az író maga, azon túl, hogy 7200 forintba került a sümegi riasztója. Az majd később tudjuk meg. Először Etus elmegy meglesni a Trabit, és az hát autóneppereket megszégyenítő módon. Már a verde elvileg patent, de ugye hát Etus mellette a rendőr is elbújhatna, mert az egy dolog, hogy az autónak megvan a négy kereke, de hát a Etusnak több van, mert hogy hol van a potkerék, hol van az emelő, hol van a biztosíték és hol van az EU euláda. És ugye emberünk az a bizonyos taxis, aki ugye felajánlotta neki ezt a trabit, hogy eladásra, ugye hát ő elfelejtette, tehát ott parkol mögött az a gyönyörű szép Dacia TX, aminek a csomagtartójából kiveszi és visszarakja. Erre jön a reklám. Erre jön a reklám, ez a 87-ben is már divat volt, mert hogy ezt mondani, hogy hát Kavintont ugye kell szedni, hogy ne legyél feledékeny. Ugye, annak idején ezt, ezt mindenre el lett sütve ez a bizonyos dolog. Ez így volt benne, még mai napig van amúgy kavinton azon röhögök. Bárki bármit elfelejtett, hogy kavinton, kavinton, de hát ugye ennek meg volt az oka, hát pontosan az ilyen propaganda gépezetekből, ez egy Kapi Covington propaganda volt. És azóta se felejtettük el. Hát, de milyen felkészült volt itt az etus azért? Ő még ehhez is ért. Kúcsot azon a és próbautat. Én vezetek, csicska! Nem ám úgy, hogy majd itt te. Aztán ami hiba, levonjuk az árból. Kész. Emberünk be van rektelve. Beppe a Trabit. Megy vele egy kört, kiderül, hogy úgy mondta előtte, hogy, hogy Trabant kis hibával, de azért kiderül, hogy nem olyan kicsi ez a hiba. Aztán 50 helyett 43 ért is. Ilyen apróságok is. fölmerültek az ér közben. Például, hogy ugye a váltó helyett egy kidincs van felszerelve ebbe a Trabantba, illetve ha már kilincs, akkor természetesen a vezető oldali ajtót nem lehet becsukni. Tehát ezek az apró hibák a Trabanton. Azt tudni, hogy a vezető ajtót csak akkor nem lehet becsukni, amikor etus beül, hogy vezessen. Amikor megérkeznek a próba körül, és kiszáll és becsapja az ajtót, akkor olyan faszán becsukódik. Mindenesetre, ahogy Bence mondja, végig is 43 rugóba megegyeznek, jó cakát, ennyi volt. Tehát megegyeznek, tehát ez most... a <laughs> megegyeznek szerintem erős kifejezés. Ez etusféle erőszak hatott. Nem engedte el a Trabantot, hisz, mint tudjuk, Trabanttal szállni élvezett. Még egy kulturális referenciát behozva. És ezt, és ez nem a Somogyi hírek, hírekből szedted. Hanem egy Siposev Tamás de. lemezről. <laughs> ez már a kollektív emlékezetben. Be, bocsánat, akkor még exotik zenekar. Viszont a Riasztó ez nem hozzád fordulunk, hanem Dudához, aki egyébként, ahogy Bence is mondta, 7200 magyar forintért, valószínűleg beleszámít azt a bizonyos cserét is, megcsinálja, és hát működik. És szerencsére itt van velünk egyébként Mágenheim barátunk, aki Ádám névre hallgat, ugye dupla Ádámunk, meg egy kis információ, 7200 forint 1987-ben, a mai pénzértékre számítva 242.640 forint a ChatGPT szerint. 260 ezer forint ér egy riasztórendszert, ami gyakorlatilag látszol, csak annyiból áll, hogy az ajtó fölött van egy vinyogó, egy gyakorlatilag egy nyitásérzékelő, ami baromi hangosan szól, hogyha kinyitják, hát azért az elég brutális lehúzás, úgyhogy jó drága biztosíték, biztosítékcsere volt ez. Nem tudom egyébként egyáltalán, akkor voltak ilyen mozgásérzékelők, stb. ilyen magállakások. Voltak. Riasztal... Igen, már akkor voltak. Persze, már 70-es években Akkor lehet, volt, hogy az a... is benne volt azért, mert ezért egy, mondjuk egy kétszobás lakás, még pluszban mozgásérzékelő, nyitásérzékelő ablakokra, mert ugye a hetedik emelete hátra bemásznak. De mi csak nyitásérzékelőt láttuk a bejáratra. Lehet, hogy egy komplett rendszer, akkor mondjuk a 200 rugó az rendben van a mai értékre átszámolva, de ha ez csak egy nyitásérzékelő, akkor meg itt levették, mit a riad majmot. Igen, és akkor hasonlítsuk ezt össze 43 ezer forintos Trabant gépjárművel. <hállítás> <laughs> azért volt megének félretét valója azért. Simán simá leperkálta a végén, már kicsit húzta a száját, de gond nélkül leperkálta a 7200 forintot. Amúgy a, a zöld bartok bélát csak úgy hullott. Ja, ahhoz képest, hogy mindig panasz van a nyugdíjakról, azért a művész úr. Jó, de hát ő egy dallok, ne hülyeskedjél már. A korábbi részekben hallhattuk, hogy ennyi erő nem megy el fellépni, szóval az azért őt meg kell fizetni. 44 ezer forint a Cseh szerint ma 1.482.800 forint, tehát ennyibe fájt a Trabi. Igen, 43 ezer, de mindegy, tök 8, hát millió négy körül volt a Trabi. Hát, kemény. Igen. Á, Ádám a CGTP használatát a szintszenzéjáj.com weboldalon tanulta. Irány a kantin, urak. Kantinba ott éppen történik egy kis étel baleset, de a lényege valójában nem ez ennek a jelenetnek, hanem az, hogy hát jutkát elhívják hátra, és kiderül, hogy hát a konyhás nénit bizony, áthúzták rendesen az ételszállítók, mert hogy egymásra pakolták a tálcákat, és az alsó tálca az tök üres volt, lelépett egy tálca, édességgel a szállító. Na, hiszen Jutkának több sem kellett, fogta magát a szállítókat. Aztán telefonálni rohan. Nem tudom, hogy telefonon hol kapja egyébként el a szállítót, hiszen a teherautóban valószínűleg nincsen <laughs> mobiltelefon. Itt ez ilyen FSD vágási jutkáról van szó, tehát azért a, gazdagréti gazdagréti MacGyver is tud dolgokat, akkor gondolod a feleségére nem ragad rá valami tudás? Várjál, megfejtem, figyelj, betelefonált a központba, a központból CB-n odaszóltak a szállítónak. Na, ez mit szóltak? A jelenetben azért érzékelitek egyébként, remélem azt a szitut, hogy ugye ott van hával az igazgató is, akinek ugye elpanaszolja Piroska néni, a konyhás néni, hogy mi a szitu. Jutka gyakorlatilag közli vele, hogy na akkor Hável, tipli a gyerekek közé felügyelni, patrolkodni, majd én intézkedek, hello! <laughs> Oké, okay, de egyébként, tehát ezt alapvetően a jutka egy csomószor csinálja a, a HV mellett, hogy ő intézi el igazából a dolgokat, tehát, hogy na, akkor nyakamba veszem meg, csinálom, szevasz. Hát igen, ez egy újabb békes újabb példája ennek, és ebből majd egyébként pillanatok után lesz is egy másik tepsi pite amúgy, tehát a Wonder Woman elintézte. És természetesen nem láttuk, hogy hogy mit is mondott nekik, hogy hogyan cseszte le őket. Figyelj, úgy felcsesztik az agyát, én láttam. Visszajött rajta. és meg volt old. Nem, Én egész biztos vagyok benne, hogy diplomata motorral, Tehát Jó napot kívánok! Ide figyelj, haver, beverem a pofá. Hol van a piténk? Képzeld el, képzeld el a pedagógust, aki azt látja, hogy a gyerekektől lopnak. Ez az ez instant halál. Fontos jelenet következik, Jankát meglátogatja szőlősi doktor. Janka néni éppen jósolt szőlősi doktornak, és ugyebár van az a szóban forgó tartozás, amit Janka néni hajtogat be Feritől és Jutkától, ismétlés képpen ez az, ez az önkényes uzsorakamat. Szőlősi doktor meg lecsap a pillanatra, és mondja, hogy na akkor jósolt ki a kártyából, hogy mennyivel is lógnak Szerintem ő nem lecsap erre a pillanatra, ő ezt kereste. Tehát ő ezért ment a Jankához. Kapott egy kis vezérfonalat, hogy na, ide rásüthetünk egy ilyen kötést, és akkor már is be tudta támadni a Jankát azzal, hogy na, akkor hogy húztad le a gyereket? Aztán, mint egy igazi keresztapa, fogja az összes pénzt, és ledobja az Janka néni osztalára. Mondván, hogy ennyivel tartoztak, az uzsorakamatot megfelejtse el. Mondjuk még Ádám nem írta ide be nekünk a csetbe, de hogyha a Trabantárából visszaszámolunk, akkor ez egy bő két és fél millió forintot dob le Jankának az asztalára. És közli vele, hogy és akkor most elég volt. Két-négy gyereknek felszámolhatta uzsorakamatot, de most velem beszélsz, rajtam nem fogsz keresni. Hát fantasztikus testvéri kapcsolat van köztük, ezt láthatjuk ebbe a körülbelül másfél percben. <laughs> és hát Janka nem lenne Janka, ha rögtön nem kezdeni magát sajnáltatni, hogy hát őt kirabolták őt itt most itten. Természetesen ez egy magánakciója volt az öregnek, erről Feri és Jutka egyáltalán nem tudtak, ez a hátuk mögött történik, de kimenti őket ebből a kulimászból, ez egy becsületbeli ügy számára. És akkor ha már ennyire benne vagy, Bence, akkor mesél el nekünk, hogy Dudás és Feri között mi történik. A Jól elvégzett munka örömére, a dupla fusizás után kap Feri hálából egy üveg talán sört. Konyak. Konyak. Ez lett volna másik tippem, mert állandóan konyakot emlegetnek. Ahogy az ital előkerül, le is buknak a főnök előtt, hát annak, mert ez mégis csak a munkahelyen történik, ez az átadás, de a főnök úr nem köpi be őket. Hát nincs is mit. Mert, mert innen nem ittak, csak egy átadás történt. Plusz közli, hogy januárra tolódik a tanfolyam kezdésük, így karácsonyig össze tudnak fusizni új bútorra valókat, és majd egy bútor avató konyakozást is tudnak majd tartani. Feri kifejezetten örül ennek, hogy győzelem a tanfolyam Igen, mert neki ugye ez volt a problémája, hogy a tanfolyam miatt nem tud elég pénzt keresni, és ilyen fognak pusztulni, mert most neki ugye ki fog esni a fizu, de így, hogy januárra tolódik, így most egy rakat ideje lesz ugye dolgozni és fusizni. Nekem ez egyébként már régóta problémám van, mert ez, ez, ez többször szóba kerül. Itt egy vállalat által szervezett tanfolyamra megy, és nem kap érte fizetést. Megkapta érte a nyaralást, jó? A, 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 megkapta a beutalót. Hát, oké, de hát könyörgöm, tehát hogy most a szervez neked egy oktatást, akkor ma, az hogyha egy céges oktatás elmész, azért te kapsz fizetést arra az időre. Ez nem volt kötelező az oktatás, ezt ő vállalta önkénten, ön, ö, önszántából. Egy vállalati oktatás. <laughs> jó, hát figyelj, neki lesz majd tök jó, hogy érteni fog hozzá. Egyébként tök jó lesz neki, ezt tudni fogjuk, de mindegy. Én ezt a módszert minden esetre én furcsálom. Érdekes egyébként. Gyerek igen. voltam ugye ebbe az időszakban, tehát nem tudhatom, hogy ez valóban így ment, de hogyha ez így ment, az azért elég gáz. Sose voltunk nyomdászok a 80-as években, nem tudhatjuk. Viszont Etus telefonon bejelentkezik Magenhez, és akkor itt Attila elmesél, hogy mi történt ebben a jelenetben. Ha emlékszik rá az úri ember. Csörög ugye a telefon Mágenhez, hiszen náluk van telefon és hát Etus lerendeli őt a sarokra. Hát fogalma nincs, hogy ugye miért kéne neki a sarokra menni, Etus meg titkolózik, ez van. És hát a sarkon éppen összefut, ugye Júlcsival, bár itt van egy közbeékelődő jelen, de szerintem most fussunk ez, ezen gyorsan át, találkozik Júlcsival, ő is csak néz nagy kerek szemekkel, mi a büdös fenér vannak ők egyáltalán ide rendelve. Hogy az egy dolog, hogy Etus ugye kért fogadtatás, hogy integessenek egy üszvázi föld királyának, majd amikor ő megérkezik ott a fehér lovon, csak akkor még nem tudták. Amikor leteszi a telefont, megérkezik Jutka, ugye a bizonyos családlátogatásra, mint, osz, mint ugye kötelessége minden családot megösmerni. Hát, tényleg volt ilyen, hát, nekem anyukám pedagógus, tehát ő annak idén ráadásul általános iskolába tanított a 80-as években még. Hát ez kötelező eleme volt. A családlátogatás az osztályfőnökök mindennapjainak, hát nem, tehát nem minden nap mentek, hanem tehát az osztályfőnöki munkának ez egy kötelező része volt, hogy családlátogatásra kell menni. És hát ugye először a problémás családokhoz érkezik, és ugye beszéltük, hogy hát Júlcsi egy eh. Egyébként van erről egy nagyon jó régi kabaré szám, hogyha erre úgy rákerestek, az a baj, hogy nem ugrik be kik az előadók, de hogyha rákerestek erre egy családlátogatás, ez valamikor a hát, 70-es évek végén, 80-as évek elején egy rádió kabaré szám volt, óriási keresetek rá. És mielőtt még megérkezik az a trabi, most utána hogy Etus nem fog tudni oda időben, mert a trabi szokás lefullad, mert hát ugye kis hibás az a trabi. Persze a legrosszabb helyen egy villamos sinen fullad le. Most én ezt, én ezt megnéztem, ez egész pontosan Rákos palotán vették fel ezt a jelenetet. Hát nekem amúgy csak környék is gyanús volt. És ott a 12-es végállomása, a villamos végállomása, az ott a főút, pozsonyút, kajárút háromszögben van. És ott úgy néz ki ez a villamos, a mai napig így néz ki, hogy a, a villamos sinó, hogy elindul a végállomásról, végállomás, azt úgy kezded, hogy egy sima utca is mellette, hogy a két sín külön, vál, külön válik két külön utcába, mert két olyan keskeny utcán megy végig a, a villamos sín, hogy az autókkal megoszt, megosztozik az úton elindul a, fő, a, fő, a végállomásról, és az egyik sinelmegy elmegy balra, a másik elmegy jobbra, és az egyik egyik irány, a másik a másik irány. És aztán végül újra találkoznak, amikor már több hely lesz. Na és hát ugye a házból nem tudtam felismerni, de etus valamelyik eb ebben a háromszögben valahol sikeresen fulladt le pont a villamos sinen. És hát ez ezáltal ugye elállva a szegény villamosnak a, a az útját. Na de mi történik itt még? Ez kiváló vétel volt, hogyha már rö rögtön az... <síns> rögtön ezután meg is kapja bírságot, aztán nem tud rükvercbe visszaindulni, ezért szégyen szemre maga a zsarú meg a villamos vezető tolják meg a trabihát, és aztán betolás után kiderül, hogy hát most már mégis elindul, hogy kiszámíthatatlan trabi. Te, 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 Bizony. Hadd kérdezem meg, ti toltatok ifjú Trabit? Hát rendszeresen, mert az egyik nagyimnak volt, és ugyanilyen fehér volt, és egyből megéreztem az illatot is, ami ami azokból az ülésekből előtt. És... Hát meg a keveréknek a szaga, meg úgy minden egybe, tehát az a klasszikus trabant szaga, amit, amit ne, ezt nem lehetett nem érezni, ha benne ültél bárhol. Egy kis szőlőcukor a fém kesztyűtartóban. A 90-es években elkövetett dolgok már lavultak, ugye? Nekünk volt régen egy ilyen játékunk, ilyen gimiskorunkban, hogy elindultunk lakhelyünkről, amely a belvárostól messzebb volt, és akkor útközben volt két-három ilyen fura helyen parkoló trabant, és az volt az egyik játékunk, hogy fogtuk, és hát én 8-10 fős társaságban voltunk, és beemeltük két faközi a trabantot. Ez klasszikus, de ezt, ezt kis szokták csinálni. Mit trabant? Jó, a trabant könnyű, a papír jaguár azért könnyű. Na mindezt, a szegény etus nem ér oda, és aztán, hogy egy érthetetlen jelenettel találkozunk Razia keletinél, ahol egy piti csempész végül is a yard rendkívül hatalmas farkasló el elfog. <laughs> micsoda tetten érés! Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az a kis csempész, akit elkapnak, ő nem más, mint Vizi András, akit 1997-ben az induló RTL klubból láthattuk a 100-ból egy című műsorban például. Tehát ő azzal vált elvileg országos név, csak ez Vizi András, aki annak én ezt a műsort vezette. Na, de mi történik szegény Vizi Andrással, aki amúgy Bernát Tamás néven szerepel ebben az epizódban? Megtalálták nála a, sü a sümegitől elöpott é, igen, én is csodálkoztam, hogy, hogy ez most hogy jött ide ez a jelenet, de erre futott ki végül is, hogy, hogy a sümegi karórája kerül előtt. Meg a gyűrűje. De hát ezt, ezt a tetten érő rendőrből azért már lehetett sejteni. Hát, nem tudtam, hogy emiatt. Ugyanaz a nyomozó volt, ugye, aki... A... Igen, csak én, igen, igen, csak én azt hittem, hogy valami edukáció következik. Mert ugye a szomszédoknak van egyfajta edukáció is néha, hogy egy-egy ilyen szituációban megtanít minket, hogy mit szabad, vagy propaganda, ugye bár igen, de hát itt nem ez a történethez ez kapcsolódott. Esetleg leütik ezt a csendcselőt, és kiérkezik hozzá Mágen, amíg még erre is kifuthatott volna. Aztán ugye hát megérkezik ugye Edus, Etus az Aitrabival, 400 forintos volt a büntés, ugye hát akkor mindenki nagyon boldog, ugye Julcsi is, mert Mágen is, hogy irány a próbakör, majd mennek Júli el, erről majd később, ugye Juli percek és hát rögtön almáig takarítanak. hogy Kicsit követhetetlen jelenet volt néhol számomra. lényeg a lényeg, hogy nagy takarítanak, és hát az ágynemű tartóban találtak elrakott zacskó cukrokat, Lenkenéni bespájzolt az árdrágulástól tartva, hát ezt a koronavírus időszakból ismerhetjük. Ahogy felvásárolták a liszteket, élesztőket, egyesekben előjöttek a régi reflexbe, Lenkinek ez még az akkori reflex lehetett. Hát valószínűleg nála is azért ezek régi háborús reflexek inkább. Ha Lenke meg érte volna ezt a Covid időszakot, akkor ő is nagyon nyomta volna ezt valószínűleg, de hát sokunknak van ilyen története. Ezt így meglátták, amíg Lenke távol volt, de aztán visszaérkezik, mégpedig bizonyos Kálmánnal. A Terezsővel. Szőlősi doktornő személyesen adtált az árujelentést, hogy immár hazaérkezhet, de az alatt, hogy őket beinvitálják titokban ki is kellett csempészni az összetakarított holmikat, mit kicsempészni valókat. Nagyon furán volt vágva a számomra, de valami ilyesmi történt. Történt ugye, hogy ha már nagy takarítottak, akkor úgy gondoltak, hogy egy kicsit rendet raknak, és ugye el, ilyen Lenke nem csak cukrot gyűjtött, hanem előtte mindenféle csetereszt is összeszedett, és akkor úgy gondolták, hogy egy zsáknyi szemetet kivágnak, csak hát ugye mivel hogy Lenke a protekciója miatt előbért ért haza, mert a záró jelentését korábban kapta meg, mint ahogy a többi hagyományos user, ezért megye belepte őket, és hát még nem voltak felkészülve erre a látogatás, úgyhogy ahogy mondod, ugye ki kell csempészni azt a zsák, franc tudja mit, amit ugye Lenke összehalmolt, hogy, hogy ezt kidobják, és ugye nyilván nem akarták Lenkét szembesíteni, hogy kidobjuk azokat a szarokat, amiket összeszedtél, de nem emlékszel rájuk, hogy megvannak, és nem is kell, de most, hogy tudsz róla, most rögtön szóba tenni, hogy miért dobjuk ki. Na ezt akarom. Így, így. Né nézd csak ki az ablakon, milyen gyönyörű a nap lemente. Ez ilyen volt, mert így szobáról szobára vágták, és osontak ki Lenke háta mögött, nagyon trükkösen. Vissza is tekertem, hogy, hogy mi, micsoda, itt. Ezután egy, jön egy kozmetikus jelenet, a Juli percek következnek. Akkor most ezt tényleg elviszed Ádám helyett a Juli perceket? E, mond, mindenképpen, mert én legalább annyira utálom a Julit, mint, és nem a Frajt még egyszer, tehát Frajt Editet szeretjük, imádjuk, de a Julit utáljuk. Szóval a Julinak a mai mérlege 15 kuncsaft rögtön az első napon, úgyhogy ahhoz képest, reggel még ugye nem is volt meghirdetve. De mindegy, hogy a Juli ennek örömére jó benyomott, ugye, ami mostanában problémát okozott a Mágen családnál, és hogy hát a Morebbi baj lesz effektus be is jött, mert hogy hát Julcsi éppen akkor toppan be az ajtón, amikor Juli azt ecseteli, hogy ő mennyire sikeres, és hogy ő haza akar menni. Aztán ugye megjelenik ugye Etus is, meg Mágen is, akik látják, hogy hát Juli tajt gyakorlatilag, vagy hát nem is, de eléggé be van nyomva úgyhogy hát azt mondják, hogy akkor. Nagyon be van nyomva. Nagyon be van nyomva, úgyhogy tipli van, és hát Júlcsi el is sírja magát, hogy hát az anyját megint így látja, és hát ugye mindeközben még közdi vele, hogy amúgy kaptunk egy Trabit etustól, és hát elsírja magát, hogy... Azért szegény lány, nem csodálom, hogy, hogy ő olyan foncsali képpel ült ott az iskolában. Tehát ez, ez kőkemény ezzel végigmenni, menni, hogy, hogy először ezt hallja a saját anyját, hogy haza se akarok menni, megint részegen látja, és gyakorlatilag minden olyan családi dologból kimarad, mert az tényleg egy rohadt nagy dolog volt nekik, a nyilván ők kaptak egy szekeret. Ott, hogy részegednek, és a Deep Purple Perfect Strangers című számára andalognak. Ahhoz képest egy korábbi jelenetben még diszkrét diszkózenét kért Juli. Hát ez... ez Amíg ugye Gábor Gábor be is szólt, amikor a Jócsi belépett a szobába, és a kollégina szólt a Gábor Gábor, hogy ez ugye, ez a lánya... Hát ez egy, ez egy borzasztó kínos jelenet volt egyébként, de beszéltünk egy korábbi részben is uh, itt a kor alkoholizmus problémáiról, szerintem ezt nagyon durván hozták tovább itt egyébként a Julival. Valószínűleg most már tényleg azt látjuk, hogy nagyon azt akarják nekünk mutatni, hogy ez a házasság ez nem működik, és hát ezt látjuk, hogy itt, itt komoly gondok vannak, és már látni is fogjuk később. Minden esetre ugorjunk, hogy takiék, hogy egy kicsit lenkét okítják, hogy almát ne cseszegesse folyton, mert hogy ők felnőttek, úgyhogy gyakorlatilag így, így neki esnek hárman, hogy az alma is, ugye a taki is közli, hogy lenkének, hogy hát ő felnőttessék őt béké hagyni. Az alma már befőtt. Jutke meséli otthon, hogy az édesanyja meglátogatta, Ferko meg egy kis tévét vett, adóság ide vagy oda, hát akkor is, úgyhogy ők kicsit örülnek egymásnak. A Junost. Az, az egy lehet, te szerzett be, persze. A Feri a kor technikai csodája egyébként én jó magam, nagyon sokáig Commodore 64-eztem egy ilyen jú, 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 televízión, úgyhogy bennem gyönyörű emlékeket. Meg van még az a Commodore 64-en? C64 Minim van, az már nincsen meg, hanem ez a újra gyártott. Én nagyon keresek egy működő C64-et. Én ezt pótolnom kell. Igaz, hogy ez a retrozabálókba való török, de most mindegy, ha már itt szóba került. Ez volt a retrozabálók crossover. <coughs> Igen. Igen. nekem még feltűnőbb volt, hogy bőm csak erre az utolsó nagyjából egy-két percre fut be, és néztem, hogy a tényleg bőm bácsi nem is volt végig. Hát rengeteg kültél, olyan jelent volt, ami nem házban az ajlott. Befut a végére, kicsit sopánkodni, hogy itt, itt minden rossz, ez a kaputelefon is, és Sümegi szóvá teszi neki, hogy most a lift is rossz, és ő, aki ma túl lett egy sikeres riasztó megcsináltatáson, beajánlja a bőmnek, hogy hát, ezt miért nem csináltatja meg ezt a vágási gyerekkel? Szóval itt... Mert a vágási felé olyan ügyes. Igen, szóval itt azért is szerzi. Akinek eddig nem volt felhatalmazása arra, hogy a házban megjavítsa a kapcsoló. Most bezzeg milyen jó jön. És itt ugye jön az egy fontos rész, hogy ugye Bőm eléggé leoltja a sümegit, egész pontosan, hogy van magának bőr a képén? Igen, most jutottunk el körülbelül arra a pontra, amikor már Bőmnek kezd tényleg elege lenni a sümegiből, és innentől kezdve azért szinte minden részben, amikor ők ketten együtt föltűnnek, innen kezde, kezdi oltogatni nincsen már annyira elnyomva a bőm, hanem mindig ő is egy kicsit már úgy vissza ad a sümeginek. Tehát ez valahol, valahol itt lép be az egész sorozatba. Most már megérezhető, hogy ő most már megteheti. Hát jó, eleve egy kvázi hatalmi pozícióban van, hogy közös képviselő, de ezt eddig nem használta ki, de, de most már úgy volt elég csuklóztatás egymás közt, hogy most már ő is csattinthatott valamit. Hát meg bőmnek nagyon nagy igazságérzete van is, hogy ha, 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 ezt, ha ezt, valaki átlépi, és ugye a sümegit tegyük hozzá, tényleg átlépi, és még át is fogja elépni. Ott igen, elkezd keménykedni ő magához képest. Bár ez a van magának bőr a ez, ez, az ő viszonylatukban szerintem ez elég korrekt beszólás. Tehát azt gondolom, hogy egy ekkora, egy ekkora ikonnak, egy ekkora opera ikonnak, mint a Sümegi. Hát, ha még latinul is mondta volna. Itt egy óriási cliffhanger, egy óriási cliffhangerrel van vége a résznek. Hát megérkezik a gyorsmotoros, táviratos, és hozza Ferinek a belivóját és utána azzal ér véget, hogy Alkesz Julit végül hazafuvarozzák, ugye ezzel záródik, azt már ugye ben beszélnek, csak ugye képen mutatják, hogy ugye hazaérkezik a Magenheim család, és hát Magenheim Ádám is, ugye, aki kiszáll az autóból, és hát itt szeretném megemlíteni, hogy Kulka János, ő lett ugye idén a nemzetszínésze. Taps, Úgyhogy mi innen is szeretnénk neki gratulálni, és én személy szerint nagyon örülök neki, hogy megkapta ezt a címet. És aki esetleg csodálkozik, hogy ezt miért most mondja el éppen a Gergő, azért, mert ugye ezt ugyan ez a rész ugye most júliusban jelent meg, de ezt május elején rögzítettük. Úgyhogy. Igen, tehát nekünk ez most aktuális, nektek kedves hallgatók, nem biztos, hogy aktuális lesz, de nekünk ez most, mostanában aktuális, és mi most is örülünk, és majd júliusban, amikor ti minket, akkor is fogunk örülni, és még egyszer tiszta szívvel gratulálunk. Meg majd Együtt örüljünk. Mi most, mi most hárman örülünk, illetve négyen, mert Ádám is félig itt van, és aztán júliusban majd együtt örülünk mindannyian a kommuna. És gratulálunk ismételten Kulka Ádámnak. Kulka itt talán a negyedik szomszédokos nemzetszínésze lehet. <laughs> Zente Ferenc is volt, Komlusic is volt, Raksányi Gellért is volt. És ugye tudod, hogy azt mondtad, hogy Kulka Ádámnak gratulálsz. Elnézést, Kulka János természetesen. Szóval Kulka János még egyszer. És akkor itt nekünk gyakorlatilag a sztori is véget ért, mert hogy azzal a cliffhangerrel, illetve ezzel, hogy hazaértek. Amúgy az nagyon szomorú jelenet volt, nem csak ez a behívós dolog, bár nekem az is gáz, hogy szerencsét a három hétre behívják, hanem a ahogy, ahogy kiszállnak abból az autóból, annyira szomorú volt az az egész, hogy, hogy látszott, hogy a Júli az egy külön vonal, mert ugye a a az Ádám meg a Júlcsi ugye együtt szállnak ki, és és, és, úgy tényleg egy oldalon vannak, a Júli meg oda sem megy hozzájuk, hanem csak külön dámaként ott, Ah, szóval nagyon gáz. Van mit szépíteni. Ebben a házasságban, ebben a családban van mit rendbe rakni. Nekünk viszont van egy műsoridőnk, hogy én Melon Attila, Gellérfi Bence és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hűbőzetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.